Szép napot kívánok mindenkinek, Zoom vagyok, és szerda van, úgyhogy tevőmról idő van, nekem meg egy csodás kihívásom van, de hiszem én ezt most hagyom is. Nézzük, hogy mi az, ami érkezik. Remélem valami újat talált ki a Blizzard nekünk erre a hétre, mert most már nagyon ránk férnek. És... Wow, decorating Stormwind. It's time to prepare a Stormwind for the party. The city starts undecorated, but send your minions in dressing up. Aha, és decket kell csinálnunk. És megint csak ungorós pakkot kapunk. De ezt annyira nem értem, tehát hogy... nem tudom, milyen decket kell csinálni. Milyen kihívásom volt az előbb? Azt mondja, hogy paladin vagy warrior. Csináljunk valami smorg decket, tehát akkor sok minyont teszünk bele. Csináljunk egy smorkos decket szerintem. Vagy valami nagyon hasonlót. Ez mindig kell. Public Defender, Cruel Master, Corcron, Ravaging, Berserker, Kultiszt, Hamár fegyver, egy Bash. Warzone Commander nem jó, viszont a Gadgeteer az jó. Arcanine Trippert nem hagyhatjuk ki, Mortal Strike az jó lesz. Corsair jó. Mixtures, korai lény teljesen jó. Egy Ooze. Murlockok mindenhol? Legyenek Murlockok. Miért is ne? Tényleg, elvileg ezen az accounton van Finjam, úgyhogy mi lenne, ha betolnánk Finjat is. Még semmi más értelmes Murlockom nincs, szerintem, mert itt nincs Murlock War Leaderem, úgyhogy a Water Package-et nem hiszem, hogy meg lehet csinálni. Mondjuk a... Ez jó. Meg ő is. Na, hát akkor ez egy ilyen Water Brawl. Nézzük, hogy mi a feladat. Nem annyira derült ki így számomra a leírásból, hogy mi lesz a, amit nekünk itt csinálni kell, de majd mindjárt reméljük. Jaj, de sokáig tart. Volt egy ilyen már. Nem biztos, hogy ez a legjobb kéz jelenleg, de tartsuk meg, aztán lássuk. Ugye emlékszem én erre a City of Stormwindre, de ott az volt a lényeg, hogy minél több sebzést kellett bevinni a Stormwindnek. És nem volt teljesen hülyeség az úz. És itt nem lesz pecsiz, ami előugrik. Na így van. Hát ez gyakorlatilag egy brawl. Ez nem olyan rossz. Ugye elvileg neki két atakja van na most. Meg tudjuk azt csinálni, hogy ez. Jó. Party barak az van. Le tudjuk-e besselni? Ó, csala az ellenfelünk. Ez jó. Hát az egy kellemes arc szerintem, vagy... ezt leveszem arccal. De akkor meg már inkább kiteszem az Armor Smith-t. Leveszem arccal, és megyünk befelé. Nagyon jó. Vajon meddig lehet ezt csinálni? Hát ő aztán party goer rendesen. Ők is. Ez így szép lesz. Szerintem erre a Ravaging Ghoul az egészen jó megoldást tud nekünk adni. Őt meg kitesszük, és következő körben ugye már van Finjánk. Ó, gyűlnek a tauntok, és neki meg tudja adni. És az arc? Nem. Wow.
Hát a keverékek úrnőjét azért, hát nem, Fingyar csattintsuk ki szerintem így diszkréten. És hát szerintem ez így bemehet. És ez is. Na, készül itt a buli. Na hát vele nem tudom mit csinálunk majd. Mondjuk legrosszabb esetben jó best, így biztos, hogy tud kapni az arcába. Vagy... Na másold le szépen. És nem másolja le. És megidéz elvileg még két bluegillt. Na hát... Az a bizonyos water package. Jó. Keverékek úrnője? Hát, tegyük ki őt. És ezt majd csak felcsattintjuk, aztán hogyha jön valami, akkor őt majd jól lebesseljük. Jó. Minden körben erősödik, és már kettő van belőle. Csodás. Remélem lecsapod a valamelyiket. Jó, na ezt hogy tudjuk megoldani? Gondolom így, mindenképpen. Jó. És szerintem ezt kell így megcsinálni. Ez bemegy arcba, ez bemegy arcba, ez bemegy arcba, és őt még leszedjük. Nagyjából ez a történet. Na hát, mondhatni, hogy ötödik körös letálunk van. De... Szép. Na és valószínűleg innét nem fogunk tudni mit kezdeni nagyon vele, ezen kívül ugye. Jó, hogy tudjuk ezt leszedni? Hát alapvetően szerintem sehogy. Úgyhogy itt az arca hely. Ilyet a 30-at elértük, úgyhogy nagyon nagy gond már nem lehet. Viszont ez most be fog jönni nekünk arcra. Áú, amit ellopott, ugye? Na. És csal. Az ellenfelünk bizony csal. És valószínűleg innét meg lettünk csapkodva. Na hát... A parti portálok gyakorlatilag... ugye ez egy végtelen meccs, tehát ez elvileg addig játszik, amíg... Amíg nekünk jól esik. Vagy amíg meg nem halunk, ugye? Egy jó kis cartoon decket kellett volna erre csinálni egyébként. Ha jól emlékszem, volt valami ilyen 1 millió damage-es szír, vagy felriveres történet még, amikor először ment ez a dolog, hogy mennyit lehet... Ugye akkor az annyi volt a lényeg kimondva is, hogy mennyi damage-et tudunk Stormwind-nek csinálni. Még túl sokáig nem szeretnek már vele játszani, megvárom, amíg ezt a nem kevés damage-et így becsapja az arcomba. És akkor gyakorlatilag vége lesz a történetnek. Yeah! És nyertünk. Vagy vesztettünk, vagy a fene se tudja, ez ilyen fura. Yeah. Na hát, 40 dekorációt helyeztünk el a Stormwind városának az arcán. Ez igazán csodálatos. És hát megérkezett a remek paklink is. Hát örömboldogság, úgyhogy ezt megint nem fogjuk kibontani. Viszont van majdnem 200 aranyom. Egy klasszikusat bontsunk már. Hogyha már itt így vagyunk, sőt nem is klasszikusat, hanem akár Gadget számít is le. Bár Gadget számban most bontottam Fingert nem olyan régen, úgyhogy vegyünk klasszikust.
Múltkor is összejött az a vegyünk egy klasszikus paklit, remélem most is sikerül valami durvaságot bontani. Egy epic biztos, hogy van. Wow, ez egy jó paklit. Főleg a Wisp miatt, ugye. Farsight, nagyon jó. Na, hát akkor ez nem is biztos, hogy Dustba ment. Viszont ennyi lett volna most szerintem a Decorating Stormwind nevű csodálatos Tevenbrawl, ami egyébként ugye egy újrajátszása egy korábbi Tevenbrawlnak. Annak nem is tudom, mi volt a neve, szerintem csak simán a New Storming Stormwind, vagy valami nagyon hasonló, de ez ennyi, ezt a Tevenbrawlt nem lehet elveszteni, itt AI ellen játszunk, és ugye az a lényeg, hogy minél többet üssünk az arcára. Kipróbálom majd valami más jellegű deckkel, hogy hogyan lehet még jobban megalázni Stormwindet, de szerintem ez egyelőre ennyi, legtöbbünket nem biztos, hogy sokkal tovább érdekel a paklinál, a pakli begyűjtve, úgyhogy mehet is ki a tartalom, ti meg nézhetitek és örülhettek neki. Ez egy full budget deck volt, egy gyakorlatilag csomó-csomó basic lap volt benne. Mondjuk lehet, hogy némi laphúzásom lett volna, akkor sokkal tovább lehetett volna játszani. Na de hát ez már csak ilyen. Örülök, hogy megnéztetek, és várjátok meg a videóajánlást, ahol korábbi Tevenbrawlokat is fogok szemlézni, valószínűleg meg valószínűleg a YouTube is fog szemlézni belőle. És hogyha szeretnétek a friend listemen fönt lenni, akkor pedig megtaláljátok a Battle.net azonosítómat a csatornán névjegyében. Örülök, hogy megnéztetek. Sziasztok!